Üdvözlök mindenkit, legyen most egy kis pszichopátia a mai videóban, ez már úgyis rég volt. A mai témánk a Pszichopátia 10 jele. Sok embernél, ha azt mondom pszichopat, akkor rögtön beugrik Hannibal Lecter, a Bárányok Hallgatnak című filmből, vagy Norman Bates a Pszichóból, vagy ott van Patrick Bateman az amerikai Pszichófilmből, tehát ők gyilkolásznak késsel kergetnek, embert esznek. a hollywoodi filmek azok többnyire így mutatják be a pszichopatákat, hiszen ez vonza a nagy nézőközönséget, ebből lehet aztán jó sok pénzt csinálni. A valóság azért az nem egészen így néz ki, sok pszichopata él köztünk, akár a te környezetedben is, akiről nem is gondolnád. Tehát nem minden pszichopata gyilkos vagy bűnöző. Az antiszociális személyiségzavar, azaz a pszichopata személyiség a DSM-5, a mentális zavarok diagnosztikai és statisztikai kézikönyve, 5. kiadás, az amerikai pszichiátriai társaság által kiadott diagnosztikai kézikönyvben a B csoportban kapott helyet, ahol mellette még ott van a borderline, aztán ott van a narcisztikus és a histrionikus személyiségzavar, ez az úgynevezett drámai csoport, a Cluster B. A pszichopatát azt jellemzi az empátia hiány, a lelkiismeret furdulás hiánya és a társadalmi normák megtagadása. Hollywood szereti őket gyilkolászó őrültnek bemutatni, de ez csak egy kis részre igaz a pszichopatáknak, tehát ők, akik ezt csinálják, ők a kriminális pszichopaták. Dr. Paul Babiák szerint 100 emberből egy hordoz pszichopata jegyeket. A valós okai a pszichopátiának genetikai okokra vezethető vissza. Sok bűnöző az igen az pszichopata, de a pszichopaták többség az nem érintett semmilyen büntényekben. Nézzük meg akkor ezeket a pszichopata vonásokat. Egyes Empátia hiány egy pszichopata az egyszerűen nem érez úgy, ahogy más normál emberek, értik az érzéseidet, de nem érzik át őket. Ez hatalmas különbség. Tehát a pszichopaták azok kiváló kognitív empátiával rendelkeznek, az érzelmi empátia az egyszerűen nulla náluk. Tehát értenek téged, de nem éreznek téged. El is tudják játszani az érzelmeket neked, de nincs ez mögött tulajdonképpen semmi. Amikor te elsírod magad, például egy nagy bánatodról, akkor viselkedhetnek együttérzően, de magukban halálra unják már a nyavajgásról, tehát magasról tesznek erre az egész, és csak azt várják, hogy fejezd már be, de ha van valami céljuk veled, akkor tudnak együttérzés színlelni. Kettes pontunk, manipulatívak a pszichopaták, a manipuláció mesterei mindig tudják, hogy melyik gombokat kell megnyomni rajtad, hogy a kívánt hatást azt elérjék, és a megtévesztés mestere is, tehát képesek neked akkor is igazat adni, ha például tudják, hogy egy idióta vagy és hülyeségeket beszélsz, de igazat adnak neked, ha van egy érdekük a háttérben, amit meg akarnak valósítani. Tehát fel sem tételezed, hogy most ez a pszichopata éppen manipulál téged, pedig manipulál. Háromas pont, felelőtlenek. Sok pszichopata az impulzív viselkedés mutat, és felelőtlenek az életben, tehát soha nem vállal a felelősséget semmiért, felelőtlenül szórja a pénzt, tehát állandóan az élvezetekre koncentrál, a mának él, nincs benne jövőkép, csak úgy van, csak úgy él, nem törődik semmivel, majd lesz valahogy, de teljesen a jelenben van. Négyes, narcizmus, minden pszichopata egyben narcisztikus is, de nem minden narcisztikus pszichopata. A pszichopaták okosabbnak látják magukat másoknál, erősebbnek, mindenki felett állónak, van egy extravagáns, szimpadias fellépésük sokszor, és úgy gondolják, hogy a világ az körülöttük forog. Ötös pontunk, patológiás hazudozók, tehát a pszichopata aztán tényleg. A pszichopata az hazudik, hazudik, hazudik aztán még egy kicsit hazudik. Tehát ez a hazudozás náluk a közepes szinttől a magas szintig terjed, de az a lényeg, hogy non-stop hazudnak valamilyen szinten. Hatos, felszínes báj. A pszichopatákat jellemzi egy ilyen felszínes báj, tehát bármilyen környezetben sikeresen el tudják magukat adni, el tudnak bűvölni másokat, tehát igazi kaméleonok nem félnek megcsinálni dolgokat, vagy kimondani bármit, nincs bennük semmilyen gátlás. Hetes pont, nincs bűntudatuk, tehát nem éreznek bűntudatot, bármit is tettek egy másik emberrel. A pszichopata viselkedés mögött neuro neurobiológiai okok komplex egyvelege áll. Az agy egyes területei, mint például a prefrontális kéreg és az amigdala, azok fontos szerepet játszanak az érzelmi szabályozásban és az erkölcsi döntéshozatalban, tehát az amigdala az segít nekünk értelmezni és reagálni az érzelmi ingereket, beleértve a félelmet és az agressziót. A prefrontális kéreg a szabályozza az, szabályoz az impulzív viselkedést és segít a következményeknek a megfontolásában. A pszichopatákban ezek az agyterületek ezek különböznek a normál emberi agyterületektől, és ez hozzájárulhat ahhoz, hogy miért nem éreznek bűntudatot. Állandó unatkozás, ez a nyolcas pontunk. A pszichopatáknak állandóan szüksége van egy kis adrenalinra, tehát sok pszichopata az extrém életveszélyes sportok megszállottja. A pszichopaták azok jellemzően impulzívak, ami azt jelenti, hogy nehezen viselik a monoton vagy az unalmas környezetet. A stimuláció keresése az gyakran arra ösztönzi őket, hogy manipulálják és kihasználjanak másokat a saját szórakoztatásukra és az előnyükre. 9. pont bántalmazás. A pszichopaták sok esetben bántalmazóan lépnek fel más személyekkel, a cégvezetők akkor a kíméletlenek például a beosztottakkal, az idős emberekkel tiszteletlenek, a gyerekek azok nem érdeklik őket, és állatokat is bánthatnak. Nem minden esetben fizikai bántalmazásra kell gondolni, hiszen egy pszichopata tudja, a verés nyomai azok begyógyulnak idővel, a lelkisebek azok viszont örökre ott maradnak és sok esetben erre is koncentrál egy pszichopata. Utolsó pontunk pedig a tízes, kontrollmániásak. Mindig mindent irányítani akarnak, ez jelenti számukra a létezés eszenciáját, hogy mindent az irányításuk alatt tudjanak. Ha ez sikeres, akkor jól érzik magukat, tehát mindig mindennek úgy kell lennie, hogy akarják. A pszichopaták azok hát gyakran hajtja a hatalomvágy, a hatalom a hatalom irányítás jelent mások felett, és a pszichopaták élvezik ezt az érzést, valamint a hatalommal járó előnyöket. Hát ez lett volna mára ez a 10 pontunk, ha hasznosnak találtad, nyomj egy lájkot, csatornámra sok anyag van feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét!